Bravúr győzelmet ért el a kézilabda MB2 délnyugati csoportjában, a mindössze az egész bajnokságban eddig csak két győzelemmel rendelkező Tolna KC együttese a tavaszi idény harmadik fordulójában. A tabella harmadik Siófok otthonában vizitáltak a kézislányok, ahová a tisztes helytállás reményében érkeztek csak. Tekintettel arra, hogy az egyik NB1-es klub az ország különböző pontjaira leigazolt, kiemelkedő tehetségekből összeálló együttes volt az ellenfelük, amely az őszi idényben is simán nyerni tudott Tolnát. De ez a meccs egészen másképpen zajlott, egészen más képet mutatott, nem kis meglepetésre, mint a tavaszi eddigi kettő vagy az egész őszi idény, a legutóbbi két meccs a Hévíz és a Marcali elleni találkozó, mindkét esetben ugyanis vereséggel végződött a meccs. A tolnai kézisek az elmúlt meccseken okkal kifogásolt védekezésükön, az edzésüken való gyakorlás hatására minden bizonnyal merőben változtattak. Összezártak, kilépve taktikai faltokkal és szabályos ütközésekkel is megfogták, lelassították a náluk sokkal gyorsabb, erősebb ellenfelet, a Siófok U22-t, és gyors indításokkal vagy türelmesen szépen véghez vitt támadásvezetésekből rendre eredményesek tudtak lenni a vendégek. A csapat gólfelelőse Csajkó Eliza 6 gólt ért el ezen a meccsen, de ennél is egyel többet a csapat kapitánya, a hétközi edzéseket levezénylő, az edzői pályára készülő, a beálló poszton szereplő Gál Dóra. A tolnaiak akarata érvényesült egyébként az egész meccsen, nem kis meglepetésre, nem tudta 5 gólos első félidei hátrányát csökkenteni a siófoki utánpótlás csapat. Pedig nem vonult végig náluk sérülés hullám, vagy éppen az influenza sem szedte áldozatait, ugyanazok a játékosok szerepeltek, akik hétről hétre győzelemmel örvendeztették meg közönségüket eddig. Abban, hogy nem lett izgalmasabb a végjáték, legalább annyira, vagy talán még jobban szerepe volt a védekezés kulcsemberének számító kapuvédőnek, Tanz Kingának, aki vagy fél tucatszor gólnak látszó lövések egész sorát hárította, nem először már pályafutása során. A végeredmény Siófok U22 Tolna KC 25-31. Megvan a harmadik győzelem a bajnokságban, az egyébként 1-2 góllal elvesztett őszi bajnoki mérkőzések után, és ezzel a győzelemmel eggyel följebb lépett az MB2 délnyugati csoportjában, a harmadik vonalban a Tolna KC, és a 10. helyről várhatják a lányok a folytatást. Fociban felemás hétvégét zártak a tolnai csapatok. A női futzálban az egymás ellen megvívott és 2-1-re elvesztett Sziget-Szentmiklósi Magyar Kupa döntő után újra találkozott a bajnokság soron következő fordulójában a Tolna Mözs és az Astra Kiskunfélegyháza. Ezúttal az alföldi csapat otthonában. Hiába volt gólképesebb a tolnai csapat ezen a meccsen, mint a Magyar Kupa fináléjában, ha csak annak árán tudott támadni és eredményes lenni, hogy a hátsó biztonságát bizony feladta. A 7 bekapott gól sok a rugott 4-re. Igaz, 3-szor is egalizáltak Varga Adélék a mérkőzés során. A csapat maradt a 4. a tabellán, ahhoz, hogy ezt a felsőházi rájátszásban való részvételhez elegendő pozíciót megőrizze az alapszakasz végén, nos több vereség, különösen az Astránál kisebb játékerőt képviselő csapatok ellen már nem nagyon fér bele. Kiegyensúlyozottabb játékra, formaidőzítésre van mindenképpen szükség a hátralevő hetekben. Időarányosan nincs különösebb gond a megyei első osztályban szereplő Tolna VFC labdarúgóinak formájával. A bajnokság címvédője átdolgozva a telet, a Dunaföldvárt a nyitófordulóban magabiztosan 2-0, a Bátaszéket pedig vendégként győzte le 3-1-re. Mindkét esetben masszívnak mondható védelmeken sikerült részt ütni a tolnaiakra jellemző ritmusváltásokkal, határozott játékkal. Látszik, az új posztokra történő téli igazolások után Erdélyvel, Lakatossal, Kovács Erikkel erősödött a keret, komoly verseny van, alakulhat ki a csapatba kerülésért hétről hétre, pedig a Kiskörösről érkező
NB3-as múlttal rendelkező Molnár Tamás sérülés miatt még nem is léphetett pályára új csapatában. Kell is a hétről hétre javuló forma, jobb teljesítmény a tolnai csapatnak ahhoz, hogy ledolgozhassa 5, illetve 4 pontos hátrányát a Tamásival és a Bonyháddal szemben a harmadik helyen, és remélt bajnoki címvédés vele együtt az NB3-as osztályzón való megméretés lehetősége júniusban bekövetkezhessen. Ehhez nem lesz elég csak a nagy rangadókon, a Tamási, a Bonyhád és a Dombóvár ellen az őszinél több pontot szerezni. A mérleg nyelve szerepét betöltő olyan stabil középcsapatok, mint a Dunaföldvár, a Majos, a feltörekvő Bátaszék és a Kakasd elleni meccseket, akár otthon, akár idegenben, bizony hozni kell a tolnai VFC-nek.